legjobb film. Hát mert nem tudtok elindulni, bazd meg, az a kurva automata váltó. Bazd meg, az enyém is hátsó kerekes, mégse kapalcseznek, hanem megy, mint a szépen. Elmesélem kontrollerrel megyek, csak meg ne jegyjék. És akkor rajtam kell bevenni, na megint. Tehát meglát engem, hopp egy kanyar. Hát de én húztam rá a kormányt. Hát az egy dolog, hogy te rám húztad, de ezt hátulról még ki is lökött minket. De. Érted? És legjobb megint, megint jön az indok, tudod, mert én jobban indulok, mert a kuplum. És akkor jön az, hogy nem baj, de kontrollerrel lehet meg egész este. Kontrolleren is automata helyett izé, manuálisra váltok, tehát ugye az automata váltóban nem lehet valamosan egyre. Tudom, hogy az MP megmondta, hogy lehet, de akkor sem. Te hogy vagy előtte most még? Ami hogy előtte vagyok, hátrész mögött is vagyok. Mert ugye azzal a posta is a Ferrari vagy kaparja nekem az utatba, az meg ezt mindjárt lefogom minden. Most megnyomom a gázt is, hogy utol érjen, mert eddig csak úgy beúztam a kézifé. Úgy barátom, látod, hogy ezt tudja a Ferrari bazd meg. Kapál. Hát mert tudja, hogy neked már minek, mert neked már mit tud. Nem se fogadok el. Rájöttem, bazd meg. Hogy ugyanilyen szerpentinen mentünk végig idejéken, hogy ott tetszett. Hát nem mondhatod volna, hogy milyen szögbe vagy valami. Milyen szögbe? Nem mindegy, mert neki még. Mondom neked, a legtöbb ilyen legszabadósabb versenyt éjszaka kutatodó esőbe csináltam meg, de... Hát, az jó, hogy már is mindig megvártam, hogy berekedik. Hát elmesélem, hogy a végén ez a 198 km-es verseny direkt szakadó esőbe éjszaka kezdtem el. Gyönyörű szép volt a nap felkelte utána, tehát ez... Meg a nagy részét akkor én napon előtt. Olyan szép, hogy lehet a változni. Miért vetek Ferrari-kkal jöttök, érted? Jönnétek fasza izével. Nem bazd meg, csak ilyen suha mélyre kellene keversenyezni. Jönnétek ilyen Bayern autóval, érted? És akkor nem lenne probléma. De Alpokba is nyomnánk egyet, várjál.